Jó estét kívánok, háttérkép, szokott csapattal, vagyis Boros Imrével és Bogár Lászlóval. Szervusztok, drága urak! Jó, <laughs> Jó napot, sziasztok! Vágjunk bele az első témánkba. Nagyon örülök, hogy Imre, ha jól tudom, te Én ötleted volt. Én két hete olvasom, és nyilván a kedves nézők is, hogy Navalnyi orosz ellenzéki politikust egy novicsok nevű hajdan még a Szovjetunióban kifejlesztett és gyártott idegméreggel megmérgezték. Szóval két hete olvasom, hogy minden napra el van osztva valami újabb csöpöktetett információ az ügyről és két hete nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy ez az egész egy bullshit. Ugyanis semmi értelme. És bármelyik szegmensét nézem a dolognak, ennek semmi értelme nincsen. És Vladimir Putyin hát nem elmebeteg, hogy ilyeneket csináljon minden létező politikai ok és haszon nélkül. Ez kb. olyan, mintha holnap elkezdenének arról hosszú cikkeket írni, hogy a másfél százalékos párbeszéd társelnökét, Szabó Tímelt megmérgezték, és utána rögtön a világ sajtó elkezdeni követelni, hogy már pedig Orbán Viktor sürgősen mondjon le. Te ért, érted, semmi értelme. Imrém. Nézzük Most sorra a kérdéseket. Én a, a dolog másik részét mindenképpen a lacidra hagyom már, azt, hogy mekkora hatalom van a médiának, azt folja be ebbe az egészbe, mert azt hiszem van éközé értetetlen. Először is vegyük Navalnyit. Navalnyi kérem szépen 76 ba született, tehát 44 éves, jogász végzettségű alapban, Moszkvai Egyetem jogi karát végezte, majd némi pénzügyi képzést is kapott, és Hát, ahogy ugye Oroszországban is ezzel az előfordult, valamilyen ösztöndíj kapcsán kikeveredett az Egyesült Államokból, és ott a Jéle Egyetemen is valamit el. Kapott még egyfajta képzést? Kapott képzést. Tehát ilyenek is vannak, ugye? Ez az első dolog. A másik dolog, amit majd laci kirészletez, hogy tulajdonképp ez az eddigi pályafutását, illetően egy ilyen. Sajtkukat sűrű mozgású fazon sehol nem tud megállapodni egyik pártból a másikba, mert hát nem akarták sehol se őt első embernek kezelni. Tulajdonképpen nincs is valamit érő, komoly százalékokat felmutató párt, mert tudom, ott is ugye a pártokra mérik a mandátumot, meg a választóhány, voks, meg egyéb ilyenek. Ugyanakkor viszont... Idejét múlt ügyek. Ugyanakkor, ugyanakkor is. azonban a nyugat közvéleménye úgy van tájékoztatva, hogy ő egy hatalmas nagy arc Oroszországban, ugye? De hát ez attól függ, hogy hát most is mondod, hogy csepegtetik az éreket, mint Navalnyira mérget, ugye, szépen csepegtetik, és a nyugati közén úgy tudja, hogy egy óriási játékos. Hát emlékszünk annak idején arra három-négy ilyen ugrab-ugra, bitének, és mit tudom, milyen csajszira, Pusziriotra, akik ott Szentpéterválon, Moszkvába, a katedrálisokban balhéztak, azt elvitte őket a zsandár, becsukta őket egy pár napra, majd elengedték őket, és a nyugat Elképesztő. Hősök Na most, váltam. ha róluk is a 140 milliós orosz népességből 1 millió tud, akkor sokat mondok. Körülbelül navalnina is ez a mérleg megáll. Nyugaton viszont a 400 millió nyugatiból 395 millió pontosan tudja, hogy óriási emberről van Ez a bevezetés. Na most folytatnám azzal, ja, folytatnám azzal, és akkor át is adom a szót azonnal Lacinak, hogy hát csak megerősíteni tudlak. Hát nem hiszem, hogy nadragóját evett a Putyin. Ha már megmérgezte, akkor vagy megvárja, még bevégeztetik. Miért adják ki a német? Vár, vagy bevárja, hogy meg... <laughs> ha már Egyáltalán, miért, hogy a németeknek nem mondja, hogy mi közöttök hozzá, oda jöttek, ugye? Nem is értem. Nem is érthető. Az orvosokat kiadták a nem tudom mit közleményt, aztán végül el is engedik Németországba, hogy ott nagy röse főfedezék, hogy a nojcsogka meg lett mérgezve. egyenjőjel, Putyin mérgezte meg. Na, Ez olyan, most. Mint, te az egész olyan, mintha egy óvodások írta képregény lenne. Komolyan? Ezt, ezt nyugaton sokan beszokják. Laci? Ha már Imre említette, akkor ilyen Ceterucenze, ugye mindig valóban szinte minden műsorunkban elismétlem, hogy, hogy lehet, hogy van valóságos valóság, csak senkit nem érdekel, mert a legyártott valóságok képezik ma már a valóságot. A világ megismerhetősége egyébként végig a történelem folyamán elég mérsékelt volt, de ebben a világban ez már gyakorlatilag teljesen esélytelen, tehát valójában a népesség 99%-a csak azt tudja valóságnak tekinteni, ami a médiánál, amiből az következik, hogy ha elég nagy erejű médiagépezeted van, akkor olyan mesterséges valóságokat tudsz felépíteni, ez is nagy dolog, de a legnagyobb dolog, hogy ez fenn is tud tartani. Ez, ez, a gond ezzel, hogy azért ahhoz már hihetetlen erejű médiagépezetek kellnek, hogy hosszú időn keresztül egy pillanatra felhorgathat, Fú az anyja mondja a nép, de hát ha nem tudod fenntartani, akkor sajnos nem sokra mégy vele. A... A amerikai, egyébként érdemes beleolvasgatni, tehát a ja, alternatív oldalnak nevezett komplexum internetes világában. Találkoztam egy érdekes írással, ami egy szép aliteráció, négy N betű, három plusz egy N betű, azt mondja Navalny Novichok, Nord Stream Nonsense. És innentől már egy picit érthetőbbé válhat az egész történet is, és benne Németország szerepe. A Nord Stream, ugye a harmadik N, ugyanis ez a bizonyos északi hát. gázvezeték, amelyik Kritikus helyzetben van, teljesen nyilvánvaló, hogy mindkét birodalom, az orosz és a német birodalom számára életfontosságú, csak egy baj van vele, hogy a mai világot ténylegesen irányító erők meg nagyon nem akarnák azt, hogy az az eurázsiai együttműködés, amiről sokat beszéltünk, a német birodalom vezette Európa, Oroszország, Orosz Birodalom, meg a Kínai Birodalom között létrejöjjön, mert az abban a pillanatban okofogyottá tenné a jelenlegi tényleges hatalmi rendszert. Ennek következtében, ahogy láttuk, az elmúlt évek során egy év se zajlik, mint egyenként a meggyengítése Európának és Németországnak, Oroszországnak és Kínának, illetve a köztük lévő, és ez még lényegesebb, a köztük lévő együttműködési esélyek megsemmisítése, szézilálása, tehát, tehát a világot ténylegesen irányító erőknek mindegy csak árcson jeligére, az a legfog... ez is egy kísérlet, tehát lehet, hogy hamvába hol nem tudjuk még pontosan, persze, a történetnek nincs vége, ha lesz elég nagy erejű média fegyverük ahhoz, hogy, hogy ebből valami szörnyű... Most hirtelen ugye eszembe jutott, említettem is, hogy láttunk mi már egy-két dolgot az elmúlt egy-két évtizedben, például az, hogy az amerikai külügyminiszter rendkívül komolyan egy kis fiolát mutogat az ENSZ-be, és ezzel próbálja rábírni a biztonsági tanácsot arra, hogy azonnal fel kell lépni Irak ellen, mert az egész világ veszélyben van. Itt a vegyi fegyver. Ó, tehát egy Bezond. ócska primitív hazugság volt, amivel kapcsolatban nem nagyon hallottuk, hogy, a, hogy az amerikai birodalom, illetve hát mindegy, az amerikai birodalom, bárki, bírodalom, bírodalom, bárki bármit mondott volna ezzel kapcsolatban. De e, egyáltalán, tehát Irak, Líbia e, és Szíria majdnem megsemmisítésével, ugye Szíria kapcsolat. úgy látszik ez a vegy ez a vegyi, ez mostanában nagyon divatos, érthető persze. Egyébként a, a világsajtóból az is kiderül a valamennyire objektivitásra törekvő világsajtóból, hogy ez a bizonyos méreg, ez mint molekula 70 éve létezik, és nagyjából egy tucatnyi nagyhatalom vegyi fegyverei között ott volt az elmúlt évtizedek során, hogy most pont a szovjet nevét, nevén nevezik meg, ez hát enyhén szólva nem túl objektív megközelítési mód, mert minden rendes magára adó nagyhatalom, amelynek vegyi fegyverei voltak az ezzel. Tehát a Nord Stream felől érthető meg, azt hiszem, tehát, hogy befejezem, ez a bizonyos gázvezeték, ugyanis amely most függ, még most is függőben van, létfontosságú mindkét ország számára, és különösen az Eurázsia együttműködés szempontjából, de kétségtelen a birodalom eddig, a olyan fenyegető, olyan fenyegető, már-már tulajdonképpen a katonai erő igénybevételét is, és a Németországból való katonai kivonulás elég látványosan ezt jelezte, hogy gyakorlatilag annak a gázvezetéknek a mentén, kelet felé nyomulok a hadseregemmel, tehát ez majdnem úgy fogadó fel, mint egy olyan csapatmozgás, ami az ellenséges Németország és Oroszország ellen szólna, és ebből a szempontból talán érthetőd Németország szerepe. Ugye Imre hozta annak idején ezt a viccet 15-ből, hogy hogy eddig olyan rendes volt ez a Merkel, most miért viselkedik így a migráció ügyében, és a magyar visszere, azt mondta, Merkel. <laughs> hogy most mert nek mert kell valamit tennie, azért teszi-e, vagy kevésbé, azt vagy majd a következő hetek kiderül. Egy másodpercben mindjárt visszatérünk a gázvezeték ügyére. Csak annyit megerősítendő még egyszer, hogy tehát ez, hogy Putyin megmérgezi Navalnyit. Lobbit, Személyesen felmegy a repülőre. Majd kiadja a végső stádiumban lévő ellenzékit a német orvosoknak, ez kb. olyan, mintha Stálin a Katyini erdőben végrehajtott lengyel elleni vérengzés után, amit éppen rálőcsölnek a németekre, egyébként kiosztott volna egy pár fényképet arról, hogy az NKVD éppen tarkol lövi a lengyel, nem? Hát, és elküldi Londonba. És elküldi Londonba. Ilyen hülye nincs. Most lesz elküldték, el. de Csörcső megtagadta a lengyel már kormánynak, tundjuk, hogy erre egy sztáli. szót is szóljanak. El ha lett bár. küldve, csak most visszatérve erre a Navalnyi ügyre, édes jó Istenem, tehát akkor tegyünk fel néhány szikár kérdést. Szerintetek, Imre, mennyi esélye volt annak, most, hogy Navalnyi az elkövetkezendő 139 évben bármikor hatalomra jusson Oroszországba. Szóval akkor ugye az elemben a Laci beidézett egy tréfát, hogy Merkel. Én most azt idézem be, két dolgot mondok. Annyi esélye volt Navalnyinak, mint Szálasinak megkapni a felmentőtőletet, vagy... Bernadett asszonynak kormányt alakítani Magyarországon, tehát nagyjából nulla fele. Na no most akkor lépjünk tovább, tehát ez az egész egy cover story arra, amit a Laci meg te is már kezdtél fejtegetni. Fedő történet, történet, kérek, nem, mindenki. nem, szoktam, nem szoktam az én nagyon a szövegbe, Igen. de most valahogy így sikerült. Tehát fedő története annak, Múltkor is beszéltünk arról már, hogy tulajdonképp Oroszországgal szemben legyen akárki, legyen Oroszország, Cári Oroszország, Szovjetunió vagy most az Orosz federáció, valami mértékig csöbb, hogy van csípje a nyugat szemét, és félnek is tőle, félnek, hogy most okkal vagy nem okkal erről most ne beszéljünk, mert eddig még az oroszok, amikor jöttek, nagy bajt hárítottak el nyugaton és persze attól félek, hogy hogy annyira belejönnek az elhárításba, hogy a nyakukon maradnak, ez az én véleményem, ez mondjuk van némi félelem, főként a lengyeleknél ezt indokornak is tartom. Na most ezért tehát szépen körbe vették az oroszokat, most az európai részről beszélünk, ütköző államokkal. A törökök maguk föltették a kezüket, Romániát 70 év alatt felépítették, erről múltkor beszéltünk, ugye, Na és Ukrajna fő van építve. <coughs> most kezd. Na most most, na most kezdődik a tánc, és remélem majd lesz nekünk rajzunk is, ahol látjuk, hogy ezek a bizonyos gázvezetékek az orosz földből hogyan vezetnek el Európába, mi van már most meg, s mi lesz majd meg, beleértve északi áramlatot, beleértve a török áramlat tervezett vezetékeit, Amúgy azt is fúrták, hogy a bolgárokat bele is zavarták egy kártérítési perbe, biztatási kárként ki kellett nyögni a szerencsétleneknek 600 milliót az oroszok javára. Hát rendes bíró, választott bíróság megítélte. Na most látjuk, hogy Ukrajnán átjövő vezetéke már most bajok vannak, több szempontból. Egyrészt az ukránok meg szokták frankul csapolgatni. Ez az oroszoknak valami ott nem tetszik, mert ezért ugye nem szeretnék fizetni. Másodszor a saját gázokat később fizetik ki. Harmadszor meg, amikor akarják, akkor, zavar, akkor zárják el a csapot, ami Ukrajnán keresztül présel be. Van Belorusszia, több vezeték vezet át is, Beloruszián is, ugye? Belorussziát is szerették ebbe a mondjuk övbe, ebbe a biztonság, nem tudom minek nevezem belevenni, nagyon-nagyon klassz lenne, és akkor maradt még egy dolog, az északi áramlat második vezetékét, amit nekünk se nagyon tetszett, mert miközben azt támogatta, meg aki kiverte magának az Európai Unió hogy az menjen, közben eszeveszettül furták. a török, a déli áramlatot, azt meg is furták, és a török áramlatot is meg szeretnék fúrni. Na most gyakorlatilag mi ennek a lényege? Én úgy gondolom, hogy ez most nem annyira katonapolitikai lépés, bár az is részben, tehát mutatjuk a muszklit, hanem inkább gazdasági, pénzügyi, még pedig nem kicsi. Most mondanék egy kis magyar, kis nagyon aranyos kis turpisságot ez ügyben, hogy mi nagyon jól ráéreztünk erre szerintem legalábbis. Hír érkezett arról, hogy lekötöttünk a Shell-nél egy nem túl nagy, de azért mégis piaci szempontból jelentékeny Szabad szemmel jól Szabad, szabad szemmel már látható cseppfolyós gáz kontingest, ami majd a Horvátországi Terminálon keresztül áramlik fölfele Magyarországra, ami ugye, ez <coughs> a mi álláspontunkat. Azért egy, örülök, igen, jó. Szeretnénk diverzifikálni a forrásokat. Értse meg mindenki. Kettő, azért a nyugat is szállíthat majd, persze versenykérdés. Azt mondták, hogy versenyképes az ár most. Három, gyakorlatilag küldtünk egy üzenetet befele is, hogy az észnél vagyunk. És az egészre visszatérve, ha sikerülne elzárni az összes orosz lehetőséget, na akkor lenne Európa nagy szarba, mármint gázügyben. Na most német, német vezér Angéláról beszélnék még két szót, aztán továbbadom szintén. Hát úgy gondolom, hogy Angélának egy nagy próbája lesz, hogy a jelenleg a ő 12 éves uralmát, illetően az egyes bizonyítvány, aminek már lóg a lába kifel az indexből, hogy azt legalább egy kettesre hozza. Tudni légy? Ő igen, kihajtott, hogy ez a vezeték építsen. Igen, őt nyomja az ipar, hogy igen, legyen meg. Meg nyomják a világfiak, nagyrészt a Szozdem pártnak a liberális szárnya, hogy levele, ne építsék meg, borzalmas, Iván, Novocsó, Putin, stb. Oké, akkor visszatérve a Shell-del megkötött gázüzletágra, amit ugye a magyar külügyminiszter jelentett be. Említetted, Laci, hogy uh, ugye a, a nem létező világerő minden erőfeszítése arra irányul, hogy az úgy Európa és Ázsia, és Eurázsia, és Oroszország, és Kínával a kapcsolatokat lehetetlenné tegye nem tartjátok kicsit furcsának, hogy az egész Unióban egy külügyminiszter van, aki augusztus végén Pekingbe megy tárgyalni, ez Szijjártó Péter. És 48 órával a Pekingi tárgyalását megelőzően egy átlátszó nevű CIA lerakat Újság gumicsónakja hirtelen megtalálja az Adriai-tengeren a Magyar külügyminisztert egy akton. Ugye milyen érdekes? Nyilván a már nem teljesen gyanútlan közép-európai szemlélő számára azonnal összeállni látszik a kép. Ez ugyanarról szól, minden, 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 tényezőről ebben a világban egy hihetetlenül komplex dosszié van, és nagyjából 15 lépéssel előre tudják, hogy miféle dossziéknak, miféle álságos ügyekben, cover és egyebekkel hogyan kell Kinyílnia. Ezt azt hiszem, hogy Orbán Viktor az elmúlt tíz év alatt pompásan bemérte magának, hogy már, már olyan mértékű olyan mértékű ellenállás, tehát globális hatalmi ellenállás halmozódott fel mint az ellen, amit, amit Magyarország jelképez, hogy pont azért kell vállalni, tehát nincs más, nincs más hátra, csak előre. Szóval tehát ebben, ebben a világméretű küzdelemben, ami eldönti a következő évszázad sorsát, az egész világ sorsát, ebben Magyarországnak bármilyen különös, nem tudjuk még pontosan miért, de sorsszerűen elképesztően, sokkal messze, sokkal nagyobb szerepe van, mint ami egyébként a formális mennyiségi mutató. És nem úgy, hogy lehet kapkodtunk lehet. a nagylap ut után, hanem belekényszerültünk abba, hogy ezt a, hogy mondjam, missziót elvállaljuk. Most lehetett ezt megcsinálni, sem előbb, hogy később meg lehet, arról meg inkább nem De Ebből esik. most Akkor már most... azért tegyük, nincs és nem is lehet kiút. Tehát, ha úgy tetszik, a nemzet sorsa függ attól, hogy végig tudjuk-e vinni, és végig fogjuk vinni Ó, innen. Így. Üzenhetjük talán ennek a bizonyos nem léteződőnek. Hogy, végig, Önnek, fogjuk hogy... Vinni. végig fogjuk vinni. És azt is pontosan megüzenhetjük, tudjuk, hogy itt nem mérgezték meg novicsokkal. Rövid szünet és innen folytatjuk. Folytatjuk a háttérképet Boros Imrével, Bogár Lászlóval, és még az előző témánk befejezéseképpen járjunk körül egy kérdéskört. Ugye világos, megbeszéltük itt az első részben, Navalnyi Novicsokkal történt állítólagos megmérgezése kapcsán, miről szól a történet valójában? Arról, hogy Olaszország ne tudjon gázt szállítani Európába sehogyan se a déli áramlatot megfúrták, legalábbis ideiglenesen úgy tűnik. Délit azt megfúrták, megfúrták a török, török áramlatot megfúrogatják. A törököt fúrogatják, be, bár hogyha, bárhogyha ilyen ütemben nyüstölik Erdogánt, akkor a török áramlat nyilván meg fog épülni, zárója bezárva, és a Merkel-Putyin által tető alá hozott északi áramlatot, éppen most kell bármi áron megfújni. Ennek a cover story, vagyis fedő története, Navalnyi állítólagos novicsokos megmérgezése, amiből nyilvánvaló, hogy semmi nem igaz, és illetve ha Navalnyit bárhogy megmérgezték, azt nem Putyin, hanem egy másik ország titkos szolgálata intézte, lehetőség szerint úgy, hogy a delikves még életben is maradjon. Eddig jutottunk Úgy utána majd beszélni tudjon, és össze-vissza mindent. Természetes. Nyilván. Most... Várjál, de ugye, Igen. Tegyük, tegyük fel a kérdést. Mi történne akkor, ha ezek a kis titkosszolgálati, még egyszer mondom, nem orosz titkos szolgálati akciók sikerrel járnának, vagy sikerrel fognak járni, és mondjuk körbezárnák Oroszországot úgy, hogy tényleg ne jusson el orosz gáz Európába. Na akkor mi lenne? Na ugyan? ugye nézzük akkor először az orosz szem. Miért annyira cél ez? Mert Oroszország külföldi kapcsolat, gazdasági kapcsolatrendszerének egy alfája és omegája, nem annyira az olajszállítás, az is, de a gáz. Olajból lassan kiverülnek a készletek, gáz meg van annyi, hogy őrület, és ráadásul az átmeneti időszakban a gáztüzelés nem annyira környezetromboló, mint a más szénhidrogének, tehát hosszabb ideig partiba van. Ez az első. Ha ezt az európai vonulatot lezárják, akkor Olaszországnak egyrészt egy halom bevétel elesik. A másik, amit Oroszország se annyira szeretne, bár tartalék megoldásban ott van, hogy akkor istentelen messzire levezeti a vezetéket, és Kínát fogja megtáplálni. De hát ez még a jövő, meg rengeteg pénz, meg átállás, meg mi egymás. Na most... És van, akkor nézzük meg, ez Oroszország olvasat, ezért ezt marhára nem szeretné Iván, de igazán dívó, európai partnereinek az érdekeltségi fókusza is abba van, hogy ez ne következzen be, mert a németi parnak is akkor annyi. Na de ha mégis mi van, ha még történik? Akkor az van, hogy Európában mindenki a szívó ágon Nincs orosz gáz, majd lesz más. cseppfolyós gáz, az ugye egyrészt jön Algéria innét, de kisebb mennyiség, iszonyú Amen. mennyiségű amerikai cseppforos És akkor tessék elgondolni, hogy az árképzés hogyan alakul. Vevőpiac lesz, vagy eladópiac? Mindenki vevő, és egy eladó lesz, ugye? Ebben az esetben tehát a gázár fölmegy. Most viszont az előbb utaltunk Szijártóiknak a hadműveletére, Hát mi ahogy egy diverzifikációt végrehajtottunk, ha nagy bajba vonjuk, ott még többet lehet szerezni, tehát olyan nagyon, a románokat is ösztökélnénk, ugye, hogy már menjenek egy, egyről a kettőre az ügyben, hogy ezt a gázvetéket, illetve a kitermelés körüli dolgokban megállapodnak, mert azt hiszem, a román állam nem tudja eldönteni, hogy mennyit akar ebből markolni, az túl sok ahhoz, hogy az osztrák cég meg az amerikai beletegye a pénzt abba, hogy ne csak megtalálja, hanem fektesse a gázvetéket, meg hozza. Csak Itt egyetlen, adat, szóval csak szóval egyetlen szóval? adat ehhez, az, az amerikai palagázipar összes adósága 1000 milliárd dollár fölé emelkedett. Tehát valójában a világhatalmi, hatalomgazdasági tétje ennek a következő 20 évben az, hogy ezt a most 1000 milliárd dollár a felhalmozódó adóság, de nyilván a következő 20 évben mondjuk legalább háromszorosára növekedne, akkor, hogyha nem jönne be ez a hatalmas üzlet, hogy ők szállítanak mondjuk az orosz gázénál háromszoros áron, hiszen ugye akkor már nincs, nincs, nincs orosz verse, ország nincs verse. Európa számára. Tehát valójában hatalomgazdasági szempontból ennek a most 1000 milliárd dolláros, de potenciálisan 3000 milliárd dollára növekvő adóság állományt akarják ledolgoztatni. Az el... Ez körülbelül olyan, mint az a bizonyos uh, arra járt, mert úgy volt öltözve, azt egyszerűen csak robbanás lett. A szondja 16. 7 év, év alatt 16. Ő már de De nem ám csinálva volt, a, nem, nem, de a volt piac, csinálva. Egyszer nem beszéltünk, hogy alakult. Egyszer majd ki kell beszélni, ezt a 73 és 78 között. Egy, egyetlen mozzanatot szeretném még ezzel kapcsolatban megemlíteni. Nagyon nehéz megállapítani ez a, ezt a Merkel, ezt, ezért hoztam elő, hogy most ő húzta ezt magár, vagy ki, ki és hogyan nyomja rá Merkel, és persze, hogy mit fog tenni. Rendkívül de ezzel kapcsolatban ezt még nem tudjuk, úgyis foglalkozunk vele a következő egy-két hétben, tehát visszatérünk még erre. De csak egyetlen mondat. 2003-ban, Irak megtámadása előtt, ha már említettem ezt, ugye, hogy az amerikai külügyminiszter az ENSZ-ben mutogatja azt az odvas-ordas primitív hazugságot, de akkor még persze a világ nem tudhatta, hogy ez hazugság, de. A szociáldemokrata a német kancellár, akit Gerhard Schrödernek hívtak, és a jobboldali konzervatív Jacques Chirac, francia elnök, viszont abszolút teljes egyetértésben lépett fel, és rendkívül határozottan ez ellen. És nem ez az irakot megtámadó már. nem csak, hogy nem, vettek részt, nem csak, hogy nem vettek részt, hanem hihetetlenül bátor, ez így visszatekintve is elképesztő bátorság, frontálisan szembe, és még egyszer mondom, az egyik szociáldemokrat, tehát az baloldali, a másik jobboldali, de itt azért kiderülni látszott, hogy amikor Európa, stratégiai érdekeit fenyegeti valami, akkor nagyon határozott fel. Ez ma az álmok birodalmába tartozik. Tehát a mai el, csak, hogy lássuk azt a szellemi és erkölcsi hanyatlást, ami 2003 után bekövetkezett, és még egy valami, mert úgy látszik a dolgok fordítva működnek, mert abban a pillanatban, amikor a német kancellár és a francia elnök együtt tiltakozik valami ellen, az a nyolc kelet- és közép-európai ország, akiket még hivatalosan fel se vettek, mert ugye 2004-ben egy évvel vagyunk a hivatalos felvétel előtt, a nyolcak levele totálisan szembefordul ezzel az Európával, és nem tudok más mondani, útvara segnyaló módon a globális birodalmat szolgálja ki ezzel a levélbe, ez a Megyesi Péter kormány, csak hogy úgy el tudjuk helyezni, 2003-ba, tehát hogy úgy látszik, fordítva, tehát erkölcsi értelemben fordítva mennek a dolgok. Akkor egy ócska, kollaboráns Kelet- és Közép-Európa volt, aki ma erkölcsileg és szellemileg sokkal jobb állapotban van. Nyugat-Európa meg egy totális lejtő ahhoz képest, és ma nagyon nehéz is elképzelni, hogy Európa két vezető hatalma, Németország és Franciaország valaha is fog-e rendelkezni olyan vezetőkkel, akik ilyen egyrészt rendelkeznek ilyen tudással, és rendelkeznek olyan becsülettel, nem tudok más, bátorsággal és becsülettel, ami lehetővé teszik számukra, hogy legalább kísérletet tegyenek arra, nem sikerült persze, hát hogyan sikerülhetett volna, de legalább kísérletet, de az emlékezet azért megőrizte, kísérletet tegyenek arra, hogy az azt a sokat emlegetett európai identitás, na ez a valóságos európai identitás, amikor felismerem Európa hosszú távú stratégia érdekeit, és bátran megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy a dolgok lehetőség szerint arra felé alakuljanak. Tökéletes, meg, megértettem. Egy gyors, ja egyrészt ugye felvetetted, hogy nem tudni, hogy most Merkel ezt magára rántotta, vagy belerántották, mert ugye ha valakinek nem hiányzott, hogy naválni eszméletlen testét valahova hurcolják, az pont ő volt a Úgyhogy nem valószínű, hogy igen, önként... Nem valószínű, hogy ők kérték, ezt inkább vitték neki, és hát ha belegondolunk, hogy néhány évvel ezelőtt majdnem letérdeltették a komplet német autóipart, mert egy montánai súfni tuningba rájöttek, hogy... Ó, szóval, oh, te, hú, szóval... Igen, Ótvar módon akkor megy ez azért, a, a... a fogógáz. Némi sejtésünk lehet arról, hogy mondjuk a német kancellárasszonyt akkor is úgy zsarolják meg, ahogy is, amikor akarják. De most ő pótvizsgázik, tehát ő azért... Hát jó, világ. A, nézd, azért, azért előjön belőle, tehát valahol egy egy, egy német kar ősi karakter, tehát valószínűleg érzi a nő, hogy ő jövő ősszel lelép, ugye, egy német oldalra álljon, és legyen meg az a gázvezeték, és akkor ez van, talán esetleg valami szentimenteket is föl tud. Vagy adja meg magát, és leállítsa az egészet, plusz van még egy Ugye nyilvánvaló, hogy mögötte már van egy tülekedés. Nyilvánvaló, a, a Assi haverjainak, a világerőnek is vannak ott jelöltjei, nem is egy talán. Meg van olyan is, köztük most nem akarok egyet se nevesíteni, aki igazándiból jót tenne Németországnak. Na most, hogy melyiknek nyitja meg az utat Angéla Merkel, az se mindegy. Valószínűleg, miután én azért nem egy stupid nőnek tartom, hanem egy nagyon felkészültnek, azért is haragszom rá sokkal jobban, mint amennyi egy stupidot megilletne, ő neki most el kell dönteni, hogy mi a helyzet, ki tudja az egyest javítani minimum kettesre. Jó. Akkor, hogy váltsunk témát, egy sokkal kisebb volumenű, csinált ügyre térjünk rá, és térjünk haza. Mit csinált, ő? csinált forradalom. Csinált. Már is Valamiért kitaláltátok, hogy mit fogok föltenni, akkor fölteszem kérdésként a következőt. Szerintetek, most már nem tudom hányadik a színi, ami kancellária, illetve igen, ilyen kuratóriumi rendszerben működtetnek tovább, ötödik egyetem talán? Hát legalább. Szerintetek miért pont hirtelen a színművészeti egyetem hallgatóinak pontosan 101 a döbbent rá, hogy ez most tarthatatlan, és tüntetni kell. És hogy ennek kapcsán bevonulnak-e az ENSZ csapatok, mert ugye szoktad kérdezni, vagy sem, mert no, ugye akkor ez döntő fontos. Akkor ezt járjuk körül. Jó, hát a, azzal kezdtük, hogy a média rendkívüli jelentőségére hívtuk fel a figyelmet. Nos, a film és a színház, bár hát talán a színház már kicsit kevésbé, de, de, de azért. Ott van a film is, ezt, tehát, a film, De azért mondom persze. Egyik csaptivaló film, filmet a, film a másik után gyártják, nyilván, nem? Ő is. A, globális, a globális média döntő fontosságú, majdnem azt mondtam fegyvere, de jó, akkor. Irzsi Mence elhunyt ugye ennek kapcsán azért az ember azért csak átsuhan rajta, ez az, mint azzal kapcsolatban, amit a film például éppen itt Közép-Európában jelentett mondjuk az elmúlt 60-70 év során. Tehát ennek igenis rendkívüli jelentősége van, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy hát ez is egy lejtő, tehát lelki, erkölcsi, szellemi értelemben, ami mondjuk Hollywoodból elérkezik ide hírként a elmúlt évtizedben, tehát ez is egy szellemi lejtő, de értelemszerűen ez azért változatlanul tud kiváltani általános érdeklődést, tehát úgy nem mindegy az emberek számára, hogy itt mi történik, és ezen keresztül a csinált forradalmaknak kétségtelen sokkal nagyobb publikus nyilvánosságot lehet adni. Most nem minősíteném azoknak az egyébként általam tisztelt és tehetséges embereknek, mert azért van néhány különböző megnyilatkozásait, amelyek elég egyértelműen két dologról szólnak. Az egyik az, hogy fúj, kikérik maguknak, hogy itt ilyen ideológiai, meg egy nem mi, abszolút szakmailag és művészetileg, szóval ezek nagy tiszteletem, ezeknek a nagy emberek, minden tiszteletem, de szóval azért annak a feltételezése, hogy ez nem a lehető legsűrűbb hatalom ideológiákkal átszőtt valami a film, ennek a feltételezés, akármilyen nagy művész is legyen valaki, ennek a feltételezése gyerekes naivitás, ha jó hiszemű voltam, ha kevésbé vagyok jó hiszemű. Tehát ez az egyik dolog. Tehát az, hogy ez nem a legsistergősebb ideológiai ötletközések szintere, amióta a film, Láz Enzelstein, ha már az előbb említettük, Szóba ennek kérdés. a feltételezése, ez gyermeteg Jaj. feltételezés. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy szóval az, hogy az a, ezt az index kapcsán is láttuk, hogy, hogy tessék nekem mindent megfinanszírozni, én, de abszolút szabadon azt csináljam, tehát hogy fizessétek ti meg azt, hogy én abszolút szabadon azt csináljam, amit én akarok. Ez egy piacgazdaságban, elég egy szabad piacgazdaságban, azért elég érdekes feltételezés. A másik pedig az, amit ezerszer elmondtunk itt, csak most az ember újra rácsodálkozik erre, ugye, hogy mi abszolút a liberálisak, abszolút liberálisak, abszolút liberálisak vagyunk, csak ugye a liberális arról ösmerszik meg talán, hogy abszolút türelmes. Tehát kíváncsi, tü, tü, kíváncsi és türelmesen meg a másikat végig gondolja, beszélget vele, nem? Tehát erről ösmerszene meg. Érdekes módon a mi liberálisaink, ahogy nagyon sokszor elmondtuk, inkább arról ösmerszenek meg, hogy azonnal az ENSZ csapatok, azonnal üvöltenek Európának, meg a, az egész globális világnak, hogy tessék bevonulni, mert veszély fenyegeti a, a szabadságot azáltal, hogy Megjelent valami másik halkan, és illedelmesen bekopogtatott egy másik vélemény is, ami iszipissit eltér a miénktől. Ez azért érdekes. Csak hogy föltegyem a gondolatmenetedre a pontot, eszembe jutott egy geniális gimes együttes dalszöveg, hogy idézzem ide, a liberálisainknak üzenvén, hogy síró báránykát látok, a fogára jól vigyázok, mert piszok farkast kiáltván, miért vicsorgat annyi bárány? ezek a mi liberálisok. Na, szóval én most egy kicsit ezt az állami rendtartás oldaláról közelíteném még. Szó szóval esett arról, hogy, hogy ugye... Hát már a hetedik vagy nyolcadik egyetem alakult át, minimális zűrzaj volt, például az Agrárvonom, egy, egy, szót nem hallottam, egy kicsit ott a korvinóz közé volt ez, az, de azt se túlzottam, megy a dolog, első év már lement, nyilván javítani való van, mert azért egy darab, hogy mondjam, na hát ott is egy kis nemzetgazdaságtant azért nem ártan oktatni, tehát lementek ezek a dolgok, Veszprém, meg, meg, meg Sopron, meg egyéb helyen, és akkor itt balhéznak, mert hát miről van szó? Arról van szó, ahogy a Laci is mondta, hogy hát a szó hatalma, a kép hatalma, az az ő kezükbe val, volt. És na most akkor ide idézném, remélem a kamera is majd megmutatja, beszereztem a Bécsi Egyetemről egy folyóiratot, diák folyóirat. a kedves, drága, hallgató nők írják ezt az egészet, az a címe, hogy szint, tehát kortárs nő, már nem csak kortárs általában, kortárs nő van. A címlapon egy ilyen maszkszerűségben lévő színes bőrű hölgy. Remélem, Lagoszban ugyanez a hófehérke. Na most, hogy milyen Kékszín, írások? kék, szemmel hófehérke. német stílusú, svéd stílusú, fe, gyönyörű, lobogó, szőke haja. Na most, hogy milyen írások vannak ebben, hát az tökéletesen megfelel annak a hangulatnak, amit a Színház és Filmművészeti Egyetem most szeretnének továbbéltetni. Másrészt, kegyeddel néztem Dörner és színigazgató úrnak a beszélgetését hallgattam, aki azt mondta, hát kérem szépen, hagyjunk már véget, nem tudjuk egy normális színészt újabban szerzéltetni, mert nem tudnak egy karakter szerepet megformálni. Nem tudom, hogy van-e lovasoktatás, vívás, stb. Ami korábban szokott lenni a szín. De most nem tudnak, tehát a szakma, a színjátszási szakma alapjait nem tudják. Ehelyett, hát igen, tömény politikai oktatás van, valamint brutális, de brutális, nemi pongást eh, reklámozó, homoszexualitást reklámozó, mindenféle egyéb dolgot, amit nem biztos, hogy kéne, de azt már nyomatnák gyerekeknek is ugye az iskolába. Erről szól például ez a Bécsi folyóra. Dupla szám van, jó részt feminista hölgyemények a szerzői ennek a folyóiratnak, és hát amiket ott írnak, az nagyjából annak felel meg, ami ellen mi itt kézzel-labbal Na most eznek itt egy központjáról van szó, szóval a közgázon ez nem annyira izgalmas, valószínűleg a műegyetemen. Műegyetemen meg egyáltalán mert, nem, az orvosin sem? Az, az orvosin sem, mert azok akkor mennek a csontokat, meg 200 csontot meg kell neki latinul tanulni, hát meg kell, mert nem megy át. Színművész úr meg... Föláll és egy kiáltány tesz, és nem is kell egyébként Gorio apót vagy valakit előadni neki. Bocsánat, ah, színészkedni kell. Tehát itt, ha úgy tetszik, a de. saját szakmáját gyakorolja. Jó, 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 jó az egész jeletik. színjátékot csinál. De ez fara, egy akkor hatalmas, akkor... nagy portfólió, amit jeletik színészetnek neveznek. abból csak egy rész szereket. lényeges. Hét elején jelent meg egy interjú Benkő Péterre, ugye Benkő Gyula. Ja. Színész óriásunk fiával, aki szintén azért ezt-azt letett az asztalra élete során. És ő mondja ebben az interjúban, hogy így fogalmaz, hogy életkolomnál fogva, mondja Benkő Péter, én még emlékszem arra, hogy ez a társulat, ami idáig a Színház és Egyetemet irányította a 80-as években, hogyan vett át minden hatalmat a színházi életben hogyan lettek kinevezve a nemzeti élére, és akkor sorolja Benkő. A zseniális Kazimír Károlyt nyugdíjba zavarták, Ádám Otto elegánsan félreállt, Marton Endre pedig belehalt, mondja. És hogy átvették, és a nemzetivel végül is azért nem tudtak mit kezdeni, mert Sinkovics Imrét és Besenyeit, a két nagy nem tudták lenyelni, itt már acélelvtársnak kellett közbe avatkoznia, és így kapták meg a Katona József színházat, hogy akkor ott folytassák áldásos tevékenységüket. Benkő Pétert idéztem. Trokán Pétert is lehet, szény és magát. és és mindenként, de mondom, nem kell Ezek ezzel. nagy hősök, mert nagyon nagy bajtosnak. Ezek mit vesznek ők. a nyakukba? Csak azért mondom, ezzel úgysem fogjuk megzavarni a most éppen tüntető derék egyetemi ifjúság fejét, mert ott abban a forradalmi narratíva... Én azért mondom... számon kérném a rendtartást, megszámolnám, az megszámolnám a helyzet, hogy... ott van-e a diák, ott van-e a tanár. Hát, ma, ma kezdődik az... Ma hétfőn vesszük fel az adást, tehát elvileg mától ott oktatás van, de nincs. Kíváncsi vagyok, meddig nem lesz. Jó, jó, Meg hogy fél évkor a vizsgákat ki, hogy fogja abszolválni. És az állami rendtartás az hogy működik? Már hát én csak úgy kérdezem. Ezek, saját ezek, magunktól ezek, kérdezem. Ezek majd jövő héten, mert eljárt a okay. kisoridő. Köszi, sziasztok Önöknek, köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten várjuk Önöket. Viszatlátásra.